Zemplén Televízió kulturális magazin műsorát, a Mecénást látják. Munkatársaim nevében is köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Az elmúlt esztendőben dr. Tusnádi László professzort, a Sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskola nyugdíjas pedagógusát, írót, műfordítót jelölték a megyei Prima Primissima díjra magyar köznevelés kategóriában. A főiskolai tanár szerint a tanítás léleképítés, és ennek mentén tanítványai tudásának csiszolása mellett a lelki gondozásra is figyelemmel volt. Olasz műfordításai mellett a török, arab és perzsa nyelvekkel is foglalkozik. 14 kötete jelent meg eddig, legutóbbi könyvében Liszt Ferencet, mint zenepedagógust mutatta be. Maga is szívesen zenél, és még számos publikációra készül magyarul, és az általa bírt számos idegen nyelven egyaránt. A Borsodabói Zemplén megyei Prima Primissima díj 9 jelöltjének sorában magyar oktatás és köznevelés kategóriában Tusnádi László, az irodalomtudományok kandidátusa, a Comenius Tanítóképző Főiskola professzora is szerepelt. Tanárulat otthonában látogattuk meg, és megkértük beszéljen arról, amit az elmúlt több mint 40 esztendőben kitöltötte életét, a tanításról, költészetről, műfordításról. Én nagyon örülök annak, hogy mint újhelyi lakos, aki 63 éve élek itt, igaz, hogy többfelé dolgoztam, de az otthonom mindig így volt, ezt a környéket, ezt az embert, aki itt él, ezeket a tanítványokat tudom képviselni, mert minden túlzás nélkül azt állíthatom, hogy nélkülük ezt nem értem volna el, és egész életemben az volt a legnagyobb boldogságom, vagy a legnagyobb boldogság egyik eleme, akkor is, amikor például professzori ösztöndíjat kaptam, hogy ezt nem egyedül érdemeltem meg, hanem az az ihlet, amely az emberekből sugárzik. Mert olykorban élünk, amikor sokan túl bonyolult kölcsönhatás következtében inkább a félelmet sugározzák. Viszont a boldogságot kell sugározni. Ne rejtsük el a boldogságunkat, mint hogyha félne az ember attól, hogy boldog, és persze én sem úgy beszélek most, mint valaki 73 évig csak is felhőtlen boldogságban élt, de a rossz megfertőz, a jótól van a termés, és örüljünk a termésnek, az viszont van. Tehát én, mint ember, világos, hogy egyénként is megéltem, családom öröme is volt, de nagyon örülök annak, hogy valóban többen jelezték. Voltam bent az iskolában is többször, hát maga a filmfelvétel is ott készült, és a hajdani tanítványaim, hiszen egy évvel ezelőtt fejeztem be a tanítást, és hallatlanul örültek, és úgy érezték, hogy ez valóban közös eredmény. Léleképítés. Így vallott a tanításról egy korábbi nyilatkozatában Tusnádi tanáról. Édesanyja példáját követve választotta a tanári hivatást, és némi kitérővel lett olasz-magyar szakos pedagógus. Egy intézőnek, mezőgazdasági mérnöknek sanyarú élete volt, 9 évig nem volt munkája, és mi is fizikai munkát végeztünk. Tehát arra kilátásom se volt, most nem panaszkodom, hogy elképzelem, hogy valamilyen művészettel foglalkozom, és abból megélek. Viszont magyar-olasz szakra jelentkeztem Szegedre 55 évvel ezelőtt, amikor érettségiztem, de a felvételi sikerült, a kapuk bezárultak, viszont az öcsém beszélt rá, mert kitűnők voltunk, hogy az ötvösön jelentkezzem matematika-fizika szakra, felvettek, 3,5 évet megszereztem, csak Szegeden indult, nagyon korlátozott létszámban olaszak, és akkor egy áldott emlékezetű karititkár, a bölcsészeti kar hivatalnok vezetője, megnézte a papírokat, már orientalisztika olaszakra át akartam iratkozni korábban egy évvel, de hát Budapest bezárult, hát 40 jelentkező volt, 4 hely. Azt mondták, hát legyen matematika-fizika szakos, hát mit akar. Megnézte a felvételi eredményt, látta, hogy nem a tudásommal, képességeimmel van baj, és ő javasolta azt, hogy írjam meg az átiratkozási kérelmet úgy, hogy én
ott akarok tanulni, de nem felvételi vizsgára jelentkezem, hanem az előző, az első és végleges felvételi alapján Szeged elfogad. És így valósult meg az, ami akkor eléggé képtelen álom volt, hiszen abban az időben Magyarországon középiskolában 50-en tanítottak olasz nyelvet, tehát nagyon visszafogott volt. Tusnádi professzor pedagógiai munkája mellett költő, író, műfordító és tolmács. Elsősorban a magyar és olasz irodalom a szakterülete, Tasso számos művét fordította le magyarra. A nyugati nyelvek mellett szívesen foglalkozik török, perzsa és arab nyelvekkel. A Tűnt időhírnökei című kötetében 65 török költemény átültetése is napvilágot látott tőle. Nem véletlen török nyelv iránti érdeklődése sem. Édesapja török barátja révén már egészen fiatal korában megismerte azt. A történelmi hátteret kutattam. Például ismerek 10 olyan török népdalt, amely Buda és több magyar város, Esztergom, Elestéről szól, régi harcokról. Viszont a kérdésének valóban a legfontosabb mozzanata már a válaszom is, hogy nem emiatt tanultam a törököt, hanem valóban a testvéri válás miatt. Így jutottam el Adnan Saygunhoz, Bartók Béla legjobb török barátjához, ifjú Bartók Béla támogatott, és most éppen 30 éve annak, hogy vendégül látott. Akkor a török köztársaság kikiáltásának a 60. évfordulója volt, úgy voltam az Avastánc együttes tolmácsa, hát most meg a 90. lesz. És az ősi gyökerek, amelyek körül rengeteg vita van, vitathatatlanok. A zene mindig része volt a professzor életének. Édesanyja zongorája mindig felhangolva várja, mikor szólaltatják meg újra. Legutóbbi Liszt a remény zenéje című kötetében Liszt Ferencről vall, magyar és olasz versek formájában és egy prózai vallomásban. Szerintem egyedüli volt, hiszen ha arra gondolunk, hogy Tomán István, Bartók Béla vonulat, és akkor Liszt elődei is, ott vannak. Az európai zenének az olyan profétikus alakja Liszt Ferenc, aki valóban ugyanúgy tanár úr volt, mint Bartók Béla, és megdöbbentette a tanítványait azzal, hát egyrészt, hogy ingyen tanított, másrészt persze, hogy tehetségesnek kellett lenni, de hát az azt hiszem, hogy itt most a megdöbbenteni lényeges, mert hát világos, hogy az ABC-vel, mármint a Kotta elemével nem kezdhette. Viszont Griegre hivatkozom, hogy Grieg elvitte a Kottáját Liszthez Rómába, és nem akarta játszani a mester előtt. Végiglapozta a Kottát, Liszt megnézte, és semmit sem mondott. Hát mi a véleménye a szerzeményemről, mert az eredeti szerzemény volt. Liszt a zongorához ült, lejátszotta. Tehát a nincs lehetetlen. Ha a tanításból ez kiderül, mert én Lisztben ezt látom, hogy nincs lehetetlen, akkor a tanítvány is felfedezi, hogy mitől ijed meg. Ahogy József Attila mondta, ha féltem is, a hegyemet megálltam, születtem, elvegyültem és kiváltam. Azzal, hogy Liszt olyan kottát írt, azt hiszem ez a leglényegesebb, amit én tudok a kérdésére válaszolni, hogy leírta a kottát, de kortárs nem tudta eljátszani. Hát képzelj el, mintha most azt mondaná valaki, hogy bocsánat, nem is arabul, nem is törökül, nem is perzsául ír, hanem kitalál egy titkos nyelvet, mint hogyha volt olyan, hogy nem akartam, hogy valaki elolvassa, hogy megtudja, amit én leírok, nem mint hogy egy titkom lett volna. Hát egyszerűen a magyar szöveget leírtam arab betűkkel. És az már valóban nehéz dolog lett. Tehát ha így kitalálna valaki egy nyelvet, kevés reménye volna arra, hogy esetleg olvasni fogják. Liszt majdnem ezt cselekedte. És a tanítványai tudták játszani. És ez a hagyomány ment tovább. Tehát tulajdonképpen, ha most szabad ilyet mondanom, lehet, hogy túlmerész, ő a jövőt úgy készítette elő, hogy
kontinentális alapja lett a tanítvány. Tehát a tanítványok éltették tovább. Lisztnek ez a szemlélete, tehát az, hogy ő az irodalomhoz is közel állt. Nagyon is, hát a programzenének ugye a lényege, hát akár a léprelőd, hogy ott végképp az sugárzik, hogy mi szép is az élet, örüljünk. A kezdet a legszebb nekünk, ezt én így fogalmazom meg, tehát ez az én megfogalmazásom, a kezdet. És ő valóban a kezdet zenésze, és én még mindig azt hiszem, valószínű joggal, hogy ő minden későbbi kezdetnek is ugyan nagy megszólaltatója, hogy ezt a hitet adja meg. Gyulai Lévius Kossuth-díjas grafikus művész képeiből nyílt kiállítás a Magyar Nyelv Múzeumában. Az alkotó valóságos irodalmi képzőművészeti kirándulásra hívja a közönséget. Magyar és világirodalmi alkotások elevenednek meg képein. A következő percekben Nyiri Péter irodalomtörténész tart tárlatvezetést, és viszi el önöket egy különleges világba. Gyulai Lévius Kossuth-díjas grafikus művész élete során számos magyar és világirodalmi alkotáshoz készített illusztrációt. Különleges hangulatú rajzai nem a művek egy-egy jelenetét ábrázolják, hanem azt láthatja a befogadó, hogy a művész mit gondol az irodalmi alkotásról, a szereplőkről, a történetről. Ezzel mintegy újraalkotja az irodalmi művet. A Magyar Nyelv Múzeumában megnyílt kiállítása valóságos irodalmi barangolás, amely megidézi Babits, Vörös, Radnóti és Cervantes világát. A képzőművészetnek is helye van egy nyelvmúzeumban, mégpedig irodalmi illusztrációk kapcsán, és hát azért gondoltuk, hogy most már ideje év után, hogy idehozzunk egy képzőművészeti kiállítást, és ha irodalmi illusztrációk, akkor mindenek elő Gyulai Lévius, és hát ha Gyulai Lévius, akkor pedig irodalmi illusztrációk, mert ezek összekapcsolódnak, még akkor is, hogyha Gyulai Lévius animációs filmeket is írt, rendezett tévésorozatokat is, mégiscsak az irodalmi illusztrációk kapcsán lett ő igazán ismert, mégpedig Vörös Sándor pszichéjével 1972-ből. És hát azt szokás mondani, hogy azt mondja a szakirodalom, hogy Gyulai Lévius ugyanolyan zsenialitással dolgozta fel a Vörös Sándor megálmodta témát, mint maga Vörös Sándor. Tehát itt két zseniális művész találkozott, és ebből született valami új, és valami több, hiszen azáltal, hogy a vörös szöveget illusztrálta a művész, maga a szöveg is kapott egyéb jelentéseket, rárétegződött egy olyan jelentés, amelyet nem biztos, hogy egy irodalmár, egy másik költő vagy irodalomtörténész meg tudott volna neki adni, hanem ehhez egy képzőművész kellett, egy képzőművészeti látásmód. És hát ez a kiállítás valóban egy barangolás a magyar és a világirodalomban, mert hát Vöröstől, Radnótin keresztül eljutunk egészen mondjuk a Robinsonig. Természetesen a kiállítás a Vörös évforduló jegyében került ide, és ezért is kezdünk mi Vörösnek a pszichéjével. Nos, hát a Vörös mű ugye nem mentes az erotikától, a pajzánkodástól, és hát ez látható a kiállításban is, hiszen ezek az aktok vagy félaktok éppen ezt a világot jelenítik meg. Nyilván ez egy irodalmi illusztráció, de hát éppen ez benne a különleges, hogy a Vörös megálmodta világot, ez az ismétlen pajzán, vagy erotikus, igazán pikáns részletekkel teli világot, hogyan tudja megjeleníteni egy képzőművész, úgyhogy mégis művészet maradjon, és természetesen ez minden közönségességtől mentes, hanem ezt az adott témát dolgozza ő fel a kép, mint nyelv eszközeivel. És hát az első kis szakasz után, amely ezt a világot jeleníti meg, nem csak Vörös művei és Vörös illusztrációk által, hanem például Csokonai illusztrációk által is, folytatjuk Babits művével, a Jónás könyvével. A Jónás könyvét is illusztrálta Gyulai Lévius, mégpedig úgy, hogy a Babits kézírást is mellé tette, pontosabban hát a Babits kézírásos, kézírásban megjelentetett műve mellé kerültek ezek az irodalmi illusztrációk. És hát az egyik szakirodalomban azt olvashatjuk, hogy míg a Babits műben kicsit mondjuk szárazabb vagy ridegebb Jónás alakja, addig Gyulai Lévius még több életet vitt bele, még több iróniát is valahogy közelebb hozta az emberekhez. És bizony, hát ez egy nagyon jó megoldás, mert egyébként magában a Jónás történetben, a Babits szövegben is ott van az az önirónia és az irónia is, hiszen
Jónás egy olykor esetlen embernek mutatkozik, aki döntésképtelen, maga sem tudja, hogy mit tegyen, és az ő futása, az ő menekülése a prófétai küldetés elől bizony olykor nevetséges, és hát mégsem tudja elkerülni a sorsát, irónia ide vagy oda, neki teljesítenie kell, és végül Isten szolgálja lesz. Próbatételek előtt áll, a napon aszalódik, izzad, és hát ilyen próbatételek során kell neki megértenie például a Szent gyomrában, hogy mi is az ő igazi küldetése. Egyébként ez a művész sorsot is nagyon jól példázza, hogy akinek a művészi talentumok megadattak, az nem kerülheti el a sorsát, mert mindenképpen muszáj kibontakoztatnia magát, hiszen a velünk hozott fényt kell felragyogtatni, van egy ilyen idézet, de ez úgy is igaz, hogy a velünk hozott fényt fel kell ragyogtatni, tehát ha megadatott valami tehetség, azt ki kell bontakoztatni. Ez mind benne van a Jónás könyvében, és mind benne van a Gyulai Livius illusztrációkban, mert az irónia mögött azért megsejthető ez az egyébként olykor tragikus és drámai erejű sors, amely Jónásnak megadatott. És hát aztán folytatjuk a barangolást, Mikszát, a pénzügyminiszter reggelije című műve, nek a műnek a világa megidőződik, és hát ismét azt mondhatjuk, hogy teli találat az a Gyulai Livius illusztráció, mert ez a Mikszát kínálta anekdotikus, szintén ironikus, tréfás, ezt a miniszteri hivatali világot megjelenítő narratíva szólal meg szintén a képnyelvén, de hát találkozunk itt Radnóti illusztrációval, amelyben szintén ott van Radnótinak a tragikus sorsa, ugyanakkor az élet szeretete, és aztán áttérünk a világirodalom útjaira vagy ösvényeire. A Don Quixote-ből van több illusztráció, de Don Quixote is egy hasonlóan tragikomikus alak, mint olykor Jónás, anélkül, hogy természetesen párhuzamot vonnék a kettőjük között nagyon szorosan. De a Don Quixote világa is megmutatkozik az, ahogyan harcol a szélmalommal, az, ahogyan a barátai elfogják és hazaviszik a szekéren, de fogolyként ezzel próbálva hatni rá, az, ahogy udvarol a kiválasztott hölgynek, benne a Don Quixote-nek az egész karaktere, de természetesen úgy, ahogy ezt Gyulai Livius elképzeli. És hát itt van a Robinson illusztráció, amelyben pedig azt látjuk, hogy egy nagyon egységes színvilágban ott van Robinson, ott van a kecske, ott van a papagáj, és ott van mindenki. Robinson, ha megfigyeljük, természetesen látható ő is, és minden elem, viszont mégis egy egységes képet adnak, és olybá tűnik, mint hogy a beleolvadna Robinson ebbe a közegbe. Hát erre is mondhatjuk, hogy igazán zseniális megoldás, mert valóban erről van szó. Robinson egyé vált a dzsungellel, beleszervesült a dzsungelbe, ennek a részévé vált, és bár ez megtudható a szövegből, ehhez mégiscsak a képnek a nyelve kell, hogy ezt pontosan látni tudjuk. És még egy gondolat, hogy éppen ezért az említettek okán is szokták azt mondani, hogy Gyulai Livius nem csak visszaadja azt, amit olvasunk a szövegben, nem tükröt tart elé, hanem átszűri saját magán, és megfelelő zsenialitással, az ehhez szükséges zsenialitással átlényegíti, és valami újat hoz létre, amelyben ott van az eredeti, de ott van az új is, és hát ettől eredetiek ezek a gyulai művek, ettől varázslatosak. Szokás Schillert és az ő kifejezését emlegetni, hogy amit gyulai képein látunk az irodalmi illusztrációkban, az amiféle ilyen bűbájos irónia, amely egyrészt irónia, nem gúny, csak irónia, de ott van benne a bűbáj, és ott van benne az egész művilág. A kiállítás két helyről került ide, egyrészt a művészgyűjteményéből válogattunk, ő egyébként vörös illusztrációkat adott, másrészt pedig a Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteményéből, a Gyulai Livius gyűjteményből, és hát sajnáljuk, hogy a művész úr nem tudott eljönni, de mi természetesen folyamatosan tájékoztattuk őt mindenről, és hát mai napon is érdeklődött a kiállítás sorsa felől, és sajnos jelezte, hogy nem tud itt lenni, de lélekben bizonyára itt volt velünk. Amennyitől is említettem, hogy 1992-ben volt Sárospatakon a képtárban egy Gyulai Livius kiállítása, tehát eltelt már majdnem két évtized azóta, hogy Gyulai Livius itt az Zempléni régióban üdvözölhettük. Egy rang és megtiszteltetés ez számunkra is, hogy itt van ez a Gyulai Livius kiállítás. A Petőfi Irodalmi Múzeumban
készült el az installáció egy része, a paszportozás, a bekeretezés, és aztán szállítás után mi helyeztük fel a falra. És hát, hogyha körbenézünk, akkor látjuk, hogy ez az akadémiai terem, amely egyébként eredetileg is azzal a céllal épült, hogy időszakos kiállításoknak adjon helyet, nagyon jó tere a képzőművészeti kiállításoknak, egy nagy tér, ahol megfelelő hangsúlyt tudunk adni ezeknek az illusztrációknak. Gyulai Léviusz Kossuth Díjas grafikus művész 27 illusztrációját állították ki a Magyar Nyelv Múzeumának akadémiai termében. A képek között van torrajz, részkarc, linómetszet és litográfia. A tárlat címe Vörös Sándor válasza egy kérdésre, amely a Vers születése című művéből származik. A kérdés, mi tehát a művészet? A válasz, szépségbe rögzített, emberi megnyilvánulás. Édes életünk címmel Székely György koncertjével folytatódott Sárospatakon a Muzsikáló terek zenélő utcakövek elnevezésű programsorozat. Az Illés, Fonográf és Republik együttesek örökzöld slágereit énekelte a közönségnek. A Hild téren a rossz idő ellenére is megteltek a székek nosztalgiázókkal, akik örömmel énekelték az előadóval együtt az ismerős zeneszámokat. Legyen kötövet mindig vadolni, húval, gonddal mit sem törődni, mint a madár, ki az égen jár, dallal köszönt téged, s vígan szállt a szál. Egész nap lógott az eső lába, de ez sem vette el a kedvét senkinek attól, hogy kiüljön a Hild térre, és meghallgassa Székely György koncertjét. Az előadó művész 12 éves kora óta gitározik, a zene, az éneklés az élete. Sokat koncertezik a környék településein, országos fesztiválokon. Téged egy szép lány régen vár valahol. Hát a költő mondja, hogy az életünk nem más, mint állandó, nyugtalan, örök várakozás. És mikor az ember többé semmit se vár, az mindennek a vége már, de hát ez nem mindennek a vége, hanem szerintem még úgy a közepe táján van. Látom, hogy itt egy kis sárga rózsa a gitárnak a nyakán. Mit szimbolizál ez, mit jelent neked ez a bizonyos sárga rózsa? A sárga rózsának többféle értelme is lehet. Lehet egy gyönyörű szép virág, lehet az elmúlási. Például Bródy János dalaiban a sárga rózsa az rengetegszer fordul elő. Például szomorú hírt mondok most, ami miatt végül is a mai koncertnek az apropója is született, hogy Bródy László cipőbarátom március 11-én szívbetegség miatt elhunyt, és az ő temetésén rengeteg, több ezer szál sárga rózsa volt. Hát virág, mint minden gyönyörű virág, nyíló virág. Talán egy kicsit az a jelképe, hogy mindig a szebb jövő felé nézünk. Én ezt mindig is mindig éreztem a sárga rózsával, mint virággal kapcsolatosan. Én nem születtem varázslónak, csodát tenni nem tudok, és azt hiszem már észrevetted, hogy jó tündér sem én vagyok, de ha eltűnne az arcodról ez a sötét szomorúság, úgy érezném, vannak még csodák. Republik számokat fogsz énekelni, Bródy szerzeményeket, Illés Fonográf szerzeményeket, mit kapsz te ezektől az emberektől, mit kapsz az ő zenéjüktől, amiből ennyire tudsz töltekezni, hiszen ez nem a mi generációnk zenéje, hanem a szüleink generációjának, főleg az Illés és a Fonográf. Igen, ez a magyar rockzenének a kezdeti stádiuma volt, és én amikor kisfiú voltam, akkor előkaptam egy-egy ilyen régi lemezt, és nagyon megtetszettek ezek a hangzatok, amit ugye egy szál gitárral el lehetett énekelni, el lehetett játszani, és akkor ezek így hozzám nőttek. Tehát hozzám nőttek azok a harmóniák, azok a dallamok, azok a dallam szerkezetek és dallamvilágok, amikből a mai kultúra és a mai rockzene tulajdonképpen létrejött. És ez
mai napig is akár a techno, diszkó, rap számokat figyeljük, mindig benne vannak ezek a friss, tiszta, érzelmes, szép akkordok. Itt születtél ezen a tájon, itt ringatott az édesanyád, itt indultál el az útra, és itt jártad ki az iskola. Gondolkoztál-e már azon, hogy azért az egy nagy ajándék, amit te kaptál? Tehát más is énekelget otthon, meg biztos más is gitározik, de hogy nagyon-nagyon élethűen tudod visszaadni ezeket a számokat, amiről látszik, hogy végül is a lelkedből jön, tehát nem leutánzol valakit, hanem valóban önmagadon átszűrve adod át a dalokat. Sokszor olyan, mintha már nem is a Brody, vagy nem is a Szörényi szerzeménye, hanem a Székely-Gyuri szerzeménye lenne. Hogy azon elmélkedtél-e már, hogy azért ez egy nagyon nagy ajándék a Jóistentől, és hogy kezeled ezt a kis adományt? Hát elég furcsán kezelem, mivel hogyha meghallok egy dalt, akkor én ezt általában majdnem ugyanolyan módon próbálom visszaadni és vissza énekelni, ahogyan ezt az eredeti szerző előadja. Valószínű, hogy a fülem ennek a karizmája, illetőleg ajándék, amit kaptam a Jóistentől. Amikor úgy döntesz, hogy egy új Brody szerzeményt, vagy egy új, bármilyen új szerzeményt beépítesz a repertoárodba, akkor mi fog meg először a dalban? Mi az, amire leginkább figyelsz, a muzsikára, a szövegre, vagy együtt a kettőre? Mikor lesz az már utána a te sajátod, amit majd elénekelsz a koncerteken? Értem. Van, amikor egy szó, egy hang is elég hozzá. Van, amikor a szövege. Van, amikor pedig egyszerűen sokáig hallgatom azt a bizonyos lemezt, vagy CD-t, vagy bármilyen hozzám közel álló folklor, country, vagy hasonló műfajú zenét, úgyhogy hát változó. Csak ezt tudom mondani, egy változó, hogy hogyan választom ki ezeket, és hogyan jönnek ezek bennem létre. Lehet, hogy például amit ma összeírtam gondolatban, vagy képzeletben, abból is ránézek majd egy képre, vagy egy bármire, egy fűszára, vagy egy faágra, és más fog lejönni az egészből. Újra hallom a hangodat, légy a vendégünk, légy az emlékünk, ünnepeljük meg a nagy találkozást is. A pataki közönség számára nagyon vonzó ez a rendezvény, mert jó nevű zenészek, zeneművészek koncerteznek ilyenkor a kiváló akusztikájú, szép elrendezésű téren. Székely Györgyöt régóta ismeri a rendezvény főszervezője, Stumpf Gábor, és azért hívta meg, mert tudta, hogy a közönség is vevő lesz a muzsikájára. Ez a muzsikáló terek sorozat, ez itt a szabadtér, és egyáltalán, ahogy ezt kiötöttük, ez be is határolja, hogy kiket, miket szoktunk ide hívni, milyen műfajt. Na most Gyuri, ő elsősorban annak idején, amikor elkezdett muzsikálni, én emlékszem, hogy ő Brody János számaival kezdte, és tulajdonképpen idézőjelbe téve, úgymond egy Brody őrült volt, és tulajdonképpen ez a jó értelembe vett őrület megmaradt nála mind a mai napig. Nyilván azóta szélesedett a skála, de én magam is nagyon szeretem, és hát miután János zenéjét egész fiatal koromtól ismerem, tehát úgy gondoltam, hogy a hozzám hasonló korosztály, illetve azért bízom benne, hogy a tőlem fiatalabbak is szívesen hallgatják a Brody. Elsősorban persze az ő szövegeiről beszélhetünk, mert nem is annyira a zenei anyaga, hanem neki inkább a szövegei voltak mindig azok, amik elgondolkodtatók voltak, amik hát nagyon értékesek mind a mai napig. És Patakon tudomásom szerint ebbe a sorozatban az teljesen biztos, hogy még Gyuri nem mutatkozott be, de én nem is emlékszem, hogy Patakon itt, mikor én magam nem hallottam még, és arra gondoltam, hogy nem feltétlen kell nekünk mindig messzebbről hozni. Nyilván a helyi lehetőségeket az elmúlt években azért igyekeztünk mindig kihasználni. Gondoltam, hogy akkor most jöjjön és mutatkozzon itt be Gyuri. Meglátod, rendbe jönnek majd a dolgaink. Lesznek még szép napjaink. Hogyan
tudod itt szabad téren, ahol persze az emberek élik a megszokott kis életüket, jönnek-mennek az utcán, lehet-e a mai napon így feloldódni és adni valamit nekik, meg aztán kapni is valamit tőlük? Lehet, egyébként az arcokat szoktam nézni. Minden egyes arcot meg szoktam figyelni, amikor énekelek nekik. A hajuktól kezdve, talán épp a szemüvegüknek a szélét, vagy éppen a fülcimpájukat, vagy nem tudom micsodát, de úgy kíváncsi vagyok rájuk, hogy milyen metakommunikációjuk van, amikor én előadok nekik valamit. És jól esik. Énekelnek veled? Szívesen énekelnek? Igen, veled? Szívesen énekelnek. Nem mindig, van, amikor meg kell őket mozgatnom, de volt már bátor közönség is. Aki rögtön elkapta például az Újra itt van, vagy a Jöjj kedvesemet, vagy akár Ha én rózsa volnék című szép zenei himnikus költeményünket. Neked ez az életed, ezek a dalok, az, hogy adhatsz belőle és önmagadból is a közönségnek. Boldog ember vagy? Boldognak érzed magad? Úgy érzed, hogy teljes kerek az életed? Hát azt úgy igazán nem mondanám. A boldogság az mindig csak egy átmeneti állapota. A reménytelen szerelem és a beteljesült csalódás között is mostanában ez elég sokat foglalkoztat, hogy mi is lesz a további örömöm ebben az életben. De hát reméljük, hogy minden majd szépre fordul, hiszen már épp ideje nekem is egy kicsit önmagamra találni és előre nézni. Jöjj hát és az utas, hogy nincsen veszvenünk. Mondd azt, hogy a felhők fölött mindig kék az ég, s nem múlhat semmi elég, emlékezünk. Ez a tűz, ez a dal, örökre megmarad nekünk. Ez a tűz, ez a dal, ez az édes életünk. Augusztus 9-én nyitja kapuit a Zempléni Fesztivál számos kulturális programmal. A nyitóhangverseny 9-én lesz a Sárospataki Rákóczi Vár udvarán. A Dohnányi Szimfonikus Zenekar Wagner és Verdi darabjait játsza. Kedves nézőink, véget ért a Mecénás, a Zemplén Televízió kulturális magazin műsora. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Jövő héten is számítok Önökre. Addig is nézzék meg az ismétlést, és a Zemplén Televízió honlapján is kattintsanak a Mecénásra. Viszontlátásra!